konfliktus egy nagyon-nagyon jó kifejezés. Meg fogjuk érteni, hogy maga az, amit mi DHS-ként vagy konfliktusként megélünk, az mindig a biológiából indul ki. De míg idáig elérünk, azért nézzük meg, hogy mit mondott Hammer doktor a tudományáról. Azt mondta, hogy orvosoknak és betegeknek való, akiknek szívük és józan eszük van. Nos, ez egy nagyon, nagyon jó útmutató mindenki számára, mert csupán a józan ész nem elegendő, itt biológiailag logikusan gondolkodhatunk mi mindenről, de amíg a szívünket nem tesszük bele a megoldásokba, addig tudományosan fogunk szenvedni tovább. Ugye az első természet törvényt Hammer doktor 1981-ben fedezte fel, és a rák vas törvényének nevezte. Jelzem, az útmutató az egészségbe, az egészséghez című könyvben pontosan le van írva, hogy mi is ez a vas törvény. Kivételt nem ismerő, kérhetetlenül szigorú törvény. Ezért nevezte Hammer doktor vas törvénynek, ugyanis amikor a heredaganatából felgyógyul és visszaáll dolgozni, akkor a rákklinikán, ahol ő belgyógyász főorvos, megkérdezi a pácienseket, hogy nem éltek-e meg valami nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatást, félelmet, ami váratlanul, meglepetésszerűen jött, mint terültékből a villámcsapás, amiben benne maradtak, és magányosan élték meg. És azért vas törvény, mert kivétel nélkül mind a megkérdezett 200 beteg akkor ezt mind beismerte, hogy így volt a daganat megjelenése előtt, volt egy ilyen történetük. És aztán ez azóta is, 1981 óta is, tehát 41 éve ez a törvény még mindig áll, még senki nem tudta megcáfolni, hogy ez nem lenne igaz. Ugyanis a lelki megrázkódtatásnak nyoma van az agyban. Ezt Hammeri gócoknak nevezzük, de ezek azok az idegközpontok, vagy relék, akinek hogy tetszik, ahova egy bizonyos érzés becsapódik. És ebből a gócból fog elindulni a szervi válasz. Na most, koponya CT-n, ami a koponyalappal párhuzamosan készült, és nem alkalmaztak semmilyen kontrasztanyagot, tökéletesen látszik a becsapódás következménye az agyban. Ezt mindjárt meg is mutatom. De a lélek agyszervtengely leírása és ennek kidolgozása ebbe a tudományos táblázatban, amit van a hátamnál, ez egy fantasztikus munka, ami egy paradigmaváltást jelent a medicinában. Mondhatnám, hogy fordítva ültünk a lovon, félreértelmeztük a tüneteket, csak feltételeztünk bizonyos dolgokat, és kiderült, hogy a feltételezések nem igazak. A feltételezéseket hipotéziseknek is nevezzük. Amikor viszont a szervi válasz mögött megkeresük azt az érzelmi becsapódást, ami az agy közvetítésével indította ezt a szervi választ, akkor már tudni fogjuk, hogy mivel kell valójában foglalkozni. És most ez, hogy lélek, agyszerv, tengely, látjuk, hogy idézőjelbe tettem a lelket, és kisbetűvel írom, pontosan azért, hogy össze ne tévesszük azzal a bizonyos nagybetűs lélekkel. A Hammer doktorról tudjuk, hogy nem csak orvos volt, hanem teológus is, és fizikus is. És fantasztikus tudása és meglátása volt, több felfedezése, találmánya is napvilágot látott, és amikor már biztonságban érezte a családjának az ellátását, akkor feleségével együtt, aki szintén orvosnő volt, eldöntötték, hogy elmennek Olaszországba, és ingyen gyógyítják a szegényeket, ugyanis már biztosítva volt számukra a megélhetésük a jogdíjakból. Csak hogy 78. augusztus 18-án a képen látható Dirk Hammer
A barátaival elmegy Korzika mellé a Keváros szigetre egy hajókirándulásra. Ő nem megy be a vendéglőbe szórakozni, mert fáradt és alszik a csónakban, motorcsónakban, és álmában éjjel háromkor kap két halálos lövést a savoyai hercegtől, az olasz trónörököstől, Viktor Emmanueltől. Ámer doktor 111 napon keresztül küzd a fia életéért, de december 7-én meghal a karjai közt. És két hónap múlva lesz a heredaganata. És miután csupán műtétbe egyezik bele Sekemó Sesugár, leírja, hogy pokoli kínok következtek. És ilyeneket olvasok, és nem tudok mást mondani, mint hogy fájdalom egyenlő gyógyulás. De nem mindegy, hogy mekkora az a fájdalom, és mit tudunk vele kezdeni. Természetes van olyan módszer is, amivel a fájdalmakat csillapítani lehet gyógyszer nélkül is. Szóval a helyzet az, hogy a konfliktus pillanatában kialakulnak ezek a bizonyos sinek. És a sinek emlékeztetni fognak minket arra, hogy egy bizonyos konfliktus még mindig nincs érzelmileg lezárva. Mert amit érzelmileg indítottam el egy félelemmel, akkor azt érzelmileg is kéne lezárni. És itt van a kutya elásva. Mert nem szavakkal kell lezárni egy érzelmi konfliktusokat, hanem érzelmekkel. De azt, hogy ezt hogyan kell megtenni, ezt nyilván szavakkal tudom elmondani. Azt mondom, hogy megértéssel. Akkor benne van az, hogy valahogy meg kéne értenem azt, ami hirtelen váratlanul történt, ami valami olyan történt, amiről el se tudtam volna képzelni, hogy megtörténik, stb. Stb. Mi fog segíteni a megértésben? Pontosan a germán gyógytudomány. Mert ha egy másik emberrel kapcsolatos a konfliktusom, akkor az ő viselkedését meg fogom tudni érteni, ha ismerem a viselkedés változásokat, vagyis a pszichózisokat. Ugyanakkor a megértést követnie kell a megbocsátásnak, és ez vonatkozik a partnerre is, és vonatkozik rám is. Ha ez nem történik meg szívből, akinek szíve és józan esze van, tehát annak hiába beszélek a továbbiakról, mert nem fog érni semmit se az egész. Értjük már, hogy miért mondta Hámer doktor, hogy akinek szíve és józan esze van. A józan ész a megértéshez kell, a szív a megbocsátáshoz. Megbocsátás nélkül nincs gyógyulás. És ha már meg tudtam bocsátani, akkor engedjük már el ezt a történetet, és ne ezen lovagoljunk évek múltán is. Mindenkinek volt nagy szerelmi csalódása. De ha már házasságot kötött valaki, és gyereke született, engedje már el az első szerelmét, még messze-messze, köszönje meg neki mindazt, amit kapott tőle, és éljen a pillanatban. A vadállatok mindig a pillanatban élnek. Őnekik a sinek arra jók, hogy figyelmeztessék, hogy valami olyan helyre érkeztek, ami nagyon hasonlít arra, ahol majdnem, mit tudom én, megette a róka a nyulat, vagy mit tudom, vagy bármilyen kellemetlen, váratlan esemény érte, és már azt elkerüli. Csak hogy az állatoknak tényleg sinek vannak a fejükben, de a mi fejünkben meg pályaudvarok. És hogyha már el tudom engedni ezt az egészet, a legjobb, ha szeretettel, elfogadással engedem el az egészet. Mert az egyetlen tiszta szeretet a feltétel nélküli elfogadás. És hogyha megértem, hogy mindebből mit tanultam, akkor és csak is akkor fogom tudni hálával megköszönni ezt az egész történetet. Nos, ezek így vázlatpontok voltak, amelyek utalnak arra, hogy miért érdemes eljönni egy háromnapos alapszintű képzésre. A lelki megrázkódtatás, tehát lelkileg, érzelmileg kell megoldani, gyerekeknél pedig arra kell törekedni, hogy az a bizonyos konfliktus, ami velük történt, soha többet meg ne történhessen. A gyereknek tudnia kell, hogy ez még egyszer nem fordulhat elő.
mármint ő vele. És akkor a gyerek megnyugszik. A gyerek nem tudja még a félelmeit tudatosan feloldani. Az állatok se tudják feloldani a félelmeiket, és ezért segítenek nekik a sinek abban, hogy elkerüljék azokat a körülményeket, amelyek közt életveszélyes helyzetben voltak. Nos, amikor mindez megtörténik, elindul egy értelmes biológiai különprogram, és ez egy fantasztikusan jó megnevezés, mert benne van, hogy miről is beszélünk valójában. Miről? Arról beszélünk, hogy egy külön programról van szó, ami különben nem indul el, csak ha én elindítom, mégpedig a biológiai testemben, és értelme van, mert minden a túlélésről és a faj fenntartásáról szól. Fantasztikus jó megnevezés az EBK, vagy értelmes biológiai különprogram. Akkor a daganatot elindító feltételeket Hammer doktor DHS-nek nevezte el, és ezt a fiáról, Dirk Hammerről nevezte ő DHS-nek, mert hiszen a fia halálának köszönhette azt, hogy felfedezte a rák egyetlen valódi okát. Nem a környezeti tényezők, meg rákkeltő anyagok, meg életmód. Ja Istenem! Kapom a levelet, hogy nem iszik, nem dohányzik, odafigyel a táplálkozására, és mégis beteg. Ezek fizikai tényezők. A fizikai tényezőket fizikai szinten kell megoldani, a lelki tényezőket meg lelki szinten kéne megoldani, mert különben nem beszélhetünk semmilyen, de semmilyen megoldásról. És itt jön az, hogy mindenki egy adott helyzetben mást és mást fog megélni. És az egyetlen valóság mindenki számára a saját megélése lesz. Nem a mellette álló ember megélése lesz. Mindenki egy adott konfliktus helyzetben, félelemben más-más dologra fog asszociálni. Itt határozza meg az asszociatív gondolkodás, hogy mi történik. És most erre nem térek ki, mert a biológiai konfliktusokhoz még az asszociatív gondolkodás nem tartozik hozzá. A második természettörvényben Hammer doktor leírja, hogy két fázisban zajlik minden értelmes biológiai különprogram, és itt láthatjuk, hogy a konfliktus becsapódásakor, a DHS becsapódásakor mi történik, itt láthatjuk az agyban. Amit mondtam, a koponya CT-n, ami a koponya alappal párhuzamos síkban készült, körkörös gyűrűket láthatunk. Igen, kérem szépen, pont olyat, mint amikor a sima víztükörbe bedobunk egy követ, és a hullámok jönnek a part felé. Ezek, amint ez kiderült, energiahullámok. Túl erős volt az a bizonyos becsapódás, ami abban a pillanatban megéltünk, fölötte volt jóval az inger küszöbnek, és ezért magas a frekvenciája. És ez a magas frekvencia jelenik meg itt, a becsapódás helyén. Nos, ameddig benne ülünk a konfliktusban, addig konfliktus aktív fázisról beszélünk, és akkor mindenki megérti, hogy ha nem tud elaludni csak altatóval, vagy éjszaka felébred, ha zakatol az agya, ha hideg a keze, hideg a lába, erős szívdobogása van, emelkedik a vérnyomása, és a gondolatai újra meg újra arra a bizonyos konfliktusra jönnek vissza, akkor világos, hogy konfliktus aktív fázisban van. Tehát aki alvászavarral, magas vérnyomással küzd, az egyszerűen még mindig nem zárt le egy csomó-csomó konfliktus, mert nem egyetlen konfliktussal küzdünk mi egy adott napon, hanem konfliktusok tömkelegével. Mikor fog ez az egész leállni? Hát akkor, amikor megoldjuk a konfliktust. A KM a konfliktus megoldását jelöli. És kérdés, hogy ez hogyan történt? Érzelmileg? Vagy megváltoztak a körülmények? Nos, a biológia elindítja a helyreállítást a megoldást követő fázisban, és ennek három része van.
Az exudatív fázis, az epileptoid krízis és a hegesedési fázis. Az exudatív fázisra az jellemző, hogy folyadékot gyűjtünk be az adott szervben, de nem csak szervi szinten, hanem agyi szinten is, és itt láthatjuk a folyadékgyülemet, a sötétebb folt ebben a gócban, azt jelzi, hogy ott folyadék van, és nem egyéb. A lényeg az, hogy megjelenik a fejfájás, megjelennek a gyulladás tünetei, és iszonyúan fáradtak leszünk, lázasak leszünk, fájdalmaik lesznek, duzzanat lesz, és hát nem működünk rendesen. De hát ezt középkorban már leírták, hogy rubor, tumor, kálor, dolor, funkció lézál. Nyilván a felszínen van a gyulladás, akkor annak bőrpír lesz a felszíni tünete. Ez nem marad örökre így, mert jön az epileptoid krízis, és ez valóban egy krízis, ami arról szól, hogy a tüneteink felerősödnek. A legtöbb esetben az epileptoid krízisben a tünetek sokkal, de sokkal erősebbek lesznek, fokozódnak, tehát életveszélyes helyzet alakulhat ki annak függvényében, hogy milyen programot indítunk. Amúgy a germán gyógytudományban nincs feltételes mód, de amikor egyszerre ennyi mindent kell megfogalmazni, akkor nehogy azt higgye valaki, hogy minden esetben az epileptoid krízis nagyon veszélyes. Van olyan, hogy pont eltűnnek a tünetek. Csak szólnék, hogy változik annak függvényében, hogy éppen milyen programot futtatunk. Az epileptoid krízis nem Isten csapása. Az a lényege, hogy ki fog ürülni a folyadék az agyi reléből, vagyis először is az agyi relét fogjuk rendbe hozni. Ez látható itt, ebben a relében is, meg ebben a másik relében is, hogy kezd feltisztulni a vízgyülem körüli terület, kezd világosodni. És hogyha ezt az egészet már átvészeltük, akkor következik a hegesedési fázis, aminek a lényege, hogy a laza szerkezetű szövetek megerősödnek. Itt már jó a hangulatom, jó az étvágyam, egyetlen problémám, hogy iszonyúan fáradt vagyok. És akkor legyünk szívesek lefeküdni, aludni, pihenni, enni és aludni, és enni és aludni. Mert akkor a biológiánk helyre tudja hozni a magát. Viszont ha itt elindítok újabb, felesleges konfliktusokat, akkor ne csodálkozunk azon, hogy a gyógyulásunk akadályoztatva lesz. Nézzük meg a Miért akad el a gyógyulásunk című előadást, és akkor mindez teljesen világossá válik mindenki számára. Na most akkor van két fázis. Egy konfliktus aktív, a stressz tüneteit élvezhetjük benne, van a megoldás követő fázis, és a gyulladás tüneteit élvezhetjük, vagyis amikor éppen gyógyulok, azt kinevezzük betegségnek. Hát nem nagyszerű. A kérdés csak az, hogy ebben a helyzetben mit fogunk alkalmazni. Ez itt a nagy kérdés. Hogy olyan gyógyszereket veszek be, amelyek leállítják a gyógyulásomat, vagy olyan módszereket alkalmazok, amelyek támogatják a gyógyulásomat. Hatalmas különbség. Szóval a harmadik természet törvényben Hammer doktor megfejti, hogy valójában mi is történik a konfliktus aktív és megoldás követő fázisban. De, hogy mindenki számára egyszerű és érthető legyen, gondoljunk bele abba, hogy itt mindannyian és minden élőlény, ami él, az sejtekből épül fel, és ezek a sejtek ugye működnek. Tehát a túlélés érdekében mit tudunk tenni? Vagy fokozzuk a sejtek számát, vagy sorvasztjuk a sejteket, csökkentjük azok számát, vagy működést módosítunk, azaz blokkolunk, gátolunk. Nincs negyedik. Tehát minden, ami a szervezetünkben történik, nem az az elsődleges dolog, hogy mennyi a koleszterin szintem, vagy a gyulladásos faktorok, vagy a tumormarkerem, hanem az a lényeg, hogy tudjam, hogy egyáltalán mi történik.
Ezért kell tudnunk ezt az egyszerű dolgot, hogy sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek. Nyilvánvaló, hogy ha sejtet építettem a konfliktus aktív fázisba, akkor le fogom bontani a megoldás követő fázisba a felesleges sejteket. És mi történik a lebontott sejtekkel? Nem a kukába mennek, nem kiizzadjuk, hanem a nyirokrendszer fogja ezeket hasznosítani, újra hasznosítani, mondhatnám, hogy biológiai recikling, és ezért a nyirokcsomók meg lesznek duzzadva. De ez nem áttét, hanem a gyógyulás bizonyítéka. Na most, ha agyvelő vagy agykéreg által irányított programban bontom a sejteket a konfliktus aktív fázisban, nyilvánvaló, a megoldásban visszaépítem őket, hogy miért pont így van, azt megértjük, amikor belebújunk egy kicsit mélyebben ebbe a tudományba. És csupán az agykéreg képes arra, hogy a sejtek működését gátolja, erre is lesz ma példa, és a működést helyreállítsa akkor, amikor megoldottuk mit? Azt a bizonyos konfliktust, vagyis a DHS-t. Én azt hiszem, hogy nem olyan bonyolult ez, hogy ehhez egyetemet kéne végezni. Ez egy egyszerű egyenletrendszer, és a biológiánkban hál' Istennek rend és hierarchia van. Ez a kép is ezt hivatott bizonyítani. Nem kell megtanuljuk az embriológiát ahhoz, hogy meggyógyuljunk, csupán alapvetően annyit kellene tudnunk, hogy nem a gólya hozott minket, hanem apunak meg anyunak a sejtjeiből alakult ki az első megtermékenyített petesejt. És ez elkezdett osztódni, majd kialakult belőle egy szedercsira állapot, és a szedercsira állapotnak a sejtjei átrendeződnek három csira lemezé. Ezt minden orvos, állatorvos, biológus tudja. És itt van a három csíra lemez, nyilván ami kívül van, az a külső csíra lemez vagy ektoderma, az van piros színnel jelölve, ami belül van, az a sárga színnel, a belső csíra lemez vagy endoderma, ami középen van, az pedig narancssárga színnel a mezoderma, vagy középső csíra lemez. És nagyon lényeges, a nyilak arra utalnak, hogy egy bizonyos színű, azaz csiralemezből származó sejtekből csak bizonyos sejtek fognak létrejönni. És ezeknek a sejteknek megvan az irányító központjuk az agynak pontosan meghatározott helyén. Tehát nincsen kérem szépen itten demokrácia, hogy arra mászkálok, amikor akarok, mert szabadság van. Nem, itt hierarchia van, rend van. Tehát ami egyszer kialakult egy sejt, annak megvan az irányító központja, és egy életen át ugyanazt a dolgot teszi. Mi következik ebből? Hogy nincsenek áttétek. Viszont az orvos nem érti, hogy egy akármilyen daganat után hogy alakult ki a tüdő szövet szaporulat, és akkor azt mondja, hogy áttét keletkezett a tüdőbe. El tudja valaki képzelni, hogy a csontomból tüdőszövet lesz, a prostatámból tüdőszövet lesz, vagy bármiből. Hát a tüdőszövet az teljesen más dologra van kitalálva, mint az összes többi sejt a testünkben. De miért a tüdőszövetbe keresik az áttétet? Ja, mert azt mondták, hogy rák, és erre összeráztam magam, és megijedtem, hogy ja Istenem, meghalok. Mert az van a fejünkben betáplálva, hogy a rák egyenlő halál, hogy az gyógyíthatatlan, rossz indulatú és kész. És erre a tüdőszövet szaporodik. Ez egy teljesen normális dolog. Na szóval, nem akarom ezt tovább bolygatni, ezt a kérdést. Aki hajlandó logikusan gondolkodni, az rá fog jönni, hogy a dolgok így vannak. Amúgy jelzem, senki, de senki még nem tudta megcáfolni azt, hogy Hammer doktornak ne lenne igaza. A negyedik természettörvényt a harmadikkal szinte egy időben fedezte fel, és akkor jött rá a Hammer doktor, hogy mindaz, amit Louis Pasteur besélt, az nem igaz. Bennünk nem kórokozók laknak, hanem a legjobb barátaink. És ezeket mikrobiológiából tanultuk, hogy vannak gombák, vannak baktériumok, a kettő közötti átmenet a gombabaktérium vagy TBC baktérium, és vannak úgynevezett vírusok. Na most akkor mit keresnek ezek a szervezetünkben? Hát épp ők lesznek azok, akik segítenek lebontani, itt vagyunk, lebontani a felesleges sejteket a megoldást követő fázisba,
Ide jönnek be a gombák és a gombabaktériumok. Tessék, ők fognak ebbe segíteni. Kik segítenek visszaépíteni a hiányzó sejteket? Hát nyilvánvaló, hogy itt vagyunk, a baktériumok és a vírusok. Most a vírusokról tudni kell, hogy nem éppen tökéletesen illeszkedik bele a vírus fogalma a biológiai élet élőlénynek a megnevezésében, hiszen a vírus önmagától, önmagában nem képes szaporodni, nem képes létezni sem, csak akkor, ha egy gazda sejtbe befurakodik. Mint akármilyen parazita. De vannak olyan kimutatott, mondjam azt, hogy részecskék, amit vírusoknak neveztek el, ezek végtére is fehérjék, és igenis, amikor valaki megoldotta a bosszankodását, és hajlandó bosszankodás nélkül élni, mit ad Isten, meggyógyul a hepatitis C-nek nevezett krónikus, agresszív, stb. Betegsége. Vagy elmúlik a humán papilloma vírus fertőzöttsége. Nem fertőzte őt meg senki. A HPV segítene a méhnyakráknak a gyógyításába, csak éppenséggel most már oltást adunk, hogy nehogy meg tudjon gyógyulni valaki, ha elindított egy ilyen programot. Na most, ha minden ilyen szépen, tökéletesen rendeződik az életünkben, a biológiai testünkben, akkor logikus a kérdés, hogy miért vannak akkor krónikus betegségek. Erre már rájöhettünk abból, hogy az állatoknál azért nincsenek krónikus betegségek, mert kerülik a sineket, és ők mindig jelen vannak a pillanatban. Na de az az ember, aki folyamatosan gyűlölködik, azzal mi lesz a probléma? Az egy meg nem oldott konfliktus helyzetet él meg, és látjuk itt, hogy mikor fogunk eljutni a megoldáshoz. És akkor ez folyamatos sejtépítést fog jelenteni, vagy sejtlebontást fog építeni, vagy valamilyen működésblokkolást. Ugye attól függ, hogy mostan gyűlölködök, vagy halálfélelmem van, vagy éppenséggel ellenszegülök. A függőgyógyulás a le nem zárt történet, az érzelmileg le nem zárt történetet jelenti, és ezért, mivel a sinek, ezek a kis megszakítások, ezek a sineknek a megjelenését jelenti, ezek mindig újra és újra elakasztják magát a gyógyulási folyamatot, és úgy néz ki, mint a lemezjátszón, a bakelit lemezjátszón, mikor elakadt a tű, és ugyanazt a dolgot ismételjük. Meddig? Ameddig le nem zárjuk érzelmileg a konfliktust. Tehát ebből is van gyógyulás, kérem szépen. Mindaz, amit autoimmunnak, vagy krónikus dolognak nevezünk, ez kérem szépen erről szól. Mi az, hogy policiklikus lefolyás? Na hát erre mondják, hogy recidivák. Hogy azért kell, még biztonságból kemótal kapni, hogy nehogy visszajön a rák. Aztán mégis visszajön. Miért? Mert nem volt megoldva maga a konfliktus. Mikor fogjuk lezárni békével a napjainkat? Ez itt a legfontosabb megoldási kulcs. Ha ezt az egy dolgot betartanám, kérem szépen, kedves hallgatók, hogy lezárjuk békével a napjainkat érzelmileg, úgy, ahogy már elmondtam az elején, akkor meg se tudnánk betegedni. És ez kinek lenne jó? Biztos, hogy a gyógyszeriparnak ez nem lenne jó, tehát ezzel nem is foglalkoznak. Szóval, ha kinézünk az ablakon, akkor viszont megnyugodhatunk, mert rádöbbenünk arra minden biológiai tudás nélkül, csupán csak megfigyeléssel. Csak kinyitom a szemem, és nem csak nézem, hanem látom is, hogy mi történik a természetben. Minden élőlény a túlélésért küzd, nem? Ez a lényeg megértésének a törvénye, a quintessencia. A lényeg az, hogy minden, ami a szervezetünkben történik, az értünk történik, és nem ellenünk. Na most a kérdés az, hogy kinek a magyarázatát fogadjuk el? Nem elhinni kell. A germán gyógytudományban nem kell hinni. Van, aki írja, én hiszek a germán gyógytudományban. Ebben nem kell hinni.
Ebben akár hiszünk, akár nem hiszünk, ez akkor is így van. Lehet szkeptikusnak lenni, meg van engedve, csak hát annak is meg lesz a következménye. A szkeptikus ember is, ha halálfélelmet él, meg tüdőszövet, szaporulatot, vagyis tüdőrákot fog elindítani. Ha meg birtokféltést, akkor tüdőgyulladást. Mit magyarázok neki? Legyen szkeptikus. Én nem akarok senkit megtéríteni, csupán felhívnám a figyelmet, hogy fantasztikusan, logikusan van felépítve a biológiai testünk. És ha tisztában lennénk azokkal a csodákkal, amire képes a mi biológiai testünk, akkor végre el tudnánk fogadni önmagunkat olyannak, amilyenek vagyunk. Mert a probléma megoldása itt kezdődne. Nos, Hammer doktor téziseit 98-ban elismerték a Türnáva Éva és a Nagyszombati Egyetemen. A Tübingeni Egyetem, ahova ő beadta a felülvizsgálatra a téziseit, ott nem foglalkoztak vele, még bírósági döntés, ítélet után sem volt hajlandó foglalkozni az egyetem ezzel. De elmondták Hammer doktort mindenféle szektagurúnak, önjelölt gyógyítónak, sarlatánnak, antiszemitának, meg aminek csak lehetett. Többször megpróbálták megölni, megmérgezni, pszichiátriai intézetbe zárni, és amikor az ország, Németország legvéresebb szájú pszichiáterét elhívják egy tárgyalásra, akkor ő se tudta kimondani azt, hogy Hammer doktor megőrült, hanem csak annyit mondott, ha valaki felfedez valamit a medicinába, attól még nem jelenti azt, hogy ő őrült. Szóval én csak annyit tudok mondani, hogy ha megismerjük Hammer doktor életét és történetét, akkor rá fogunk döbbenni arra, hogy vajon miért nem ezt tanítják az egyetemen. Mert kinek a kezében van az orvostudomány? Ki az, aki finanszírozza? Mert aki finanszírozza, az is irányítja. Hammer doktornak ez a zseniális táblázata, ez megadja számunkra azt a gondolkodásmódot, amivel eljuthatunk a megoldáshoz. Amivel eljuthatunk a megoldáshoz. Mert ha tudom, hogy mi valaminek a kiváltó oka, akkor mi a fenét kéne még csinálni? Nem azzal foglalkozni, hogy azt megoldjuk? Szóval, a csíra lemezeknek megfelelően látjuk itt a színeket. Sárga, narancs, piros. Vagyis agytörzs, belső csíra lemez, kisagy és agyvelő középső csíra lemez, agykéreg külső csíra lemez. Sejtjeit irányítja. Az agytörzshöz tartozó konfliktusok a falat konfliktusok. Mert hogy a túléléshez, az életben maradáshoz mire van szükségünk? Nyugdíjra? Apura? Gyerekre? Unokára? Házastársra? Levegőre van szükség, kérem szépen. Vízre és táplálékra. Ez az, ami biztosítja mindenki számára a túlélést. Meg fény, meg hang. Na de levegő, fény, meg hang ingyen van. Vízhez azért még hozzájutunk, akárhogyan is. És azért a kis marék táplálékért képesek vagyunk egymást gyilkolni. Elképesztő. Mi ez, ha nem egy állatias viselkedésmód? Az agytörzshöz tartozó programokból a legsúlyosabb dolgot a magány és egzisztenciális konfliktus megélése okozza, mert ilyenkor tartjuk vissza a vizet a szervezetünkben. Erről egy fantasztikus előadás készült néhány hete, már kint van, elérhető a weblapon, tessenek megnézni, és akkor megértjük, hogy miért mondta Hammer doktor, hogy ennek ismerete fontosabb, mint a szívinfarktusnak a megértése. Ugyanis a víz visszatartása kihat az összes bennem folyó, meglévő programra, és ez lesz az egyirányú utca a temetőbe. Ha ezt nem oldjuk meg.
A kisagy által vezérelt programok és az agyvelő által vezérelt programokat a narancssárga oszlopban fogjuk megtalálni. Ez a középső csíralemezhez tartozó biológiai programokat tartalmazza. Csakhogy a kisagy és a táblázat felső, a narancssárga oszlop felső részén lévő programokban, a kisagy által vezérelt programokban először építek, szaporítok sejteket, majd lebontom a feleslegessé vált sejteket. Az agyvelő által irányított programokban először lebontok, majd mikor megoldottam, akkor visszaépítek. Hatalmas különbség. A kisagy a régi mezoderma sejteket, az agyvelő az új mezoderma sejteket irányítja. A támadás, vélt vagy valós támadás, a bemocskoltság és gondozási konfliktusok tartoznak a kisagyi programokhoz. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az agyam nem képes különbséget tenni a valóság, az álom és az illúzió között. És illúzióvilágban élünk, kérem szépen, akkor, amikor még mindig a régmúlt történeteken ábrándozunk, vagy bosszankodunk, vagy miatta szarul érezzük magunkat. Ez, kérem szépen, luxus. Ez, kérem szépen, luxus. És akkor idézném azt a gondolatot, amit a útmutatóba írtam. Nincs annál nagyobb veszteség a világon, mint az, amikor az egészséged áldozott fel egy fel nem oldott konfliktus miatt. Tessenek elgondolkodni rajta, és akkor tisztázni fogjuk, hogy mik is ezek a konfliktusok. Szóval a vélt vagy valós támadásokból derül ki, hogy az illúzió világban élünk. De illúzió az is, amikor valamit meg akarok kapni, és falat konfliktusként tápcsatornai programot indítok. A gondozási konfliktus pedig annyit jelent, hogy túlzásba viszem az aggódást. És még nem tudok olyan esetről, hogy valaki csupán azzal, hogy aggódott volna valakiért, megoldotta volna a problémát. De hogy emlődaganatot csinált, az biztos. Az egyvelő által irányított programokban, tehát először sorvasztunk, aztán visszaépítünk, mert az önleértékelés az egyenlő önpusztítás. És a fájdalom itt a megoldást követő fázisban jelenik meg, de nagyon erősen. Főleg a csontfájdalmakra utalnék, mert azok a legerősebb fájdalmak. A legsúlyosabb önleértékelés a csontszövetet sorvasztja fájdalom nélkül, visszaépítéskor hatalmas fájdalom. A legenyhébb önleértékelés a zsírszövetet sorvasztja, és ez kivételesen nem fáj, mikor visszaépül. Hát micsoda szerencse, hogy ordítanának az emberek, mert híznak. Vajon miért nem fáj a hízás, kérem szépen? Mert pontosan, hogy a túlélés szolgálja. Mert a biológiában a gömbölyű a szép, és nem a csontsovány. A bika a párzási időszakban a leggömbölyűbb nősténnyel kezdi a párzást, és nem a legvéznábbal. Azt hagyja a legvégére. Tehát nyitott szemmel kéne járjunk a természetben, nem az aszfaltozott utcákon. Kérem, egy művilágban élünk. Egy illúzió világban, és főleg mióta internet is van, azóta a gyerekek már elfelejtettek a szabadban játszani, fára mászni, bujócskázni, mert csak a gombokat nyomogatják. Hatalmas felelősség a szülőnek, hogy ezt meddig engedi. Nos, akkor nézzük tovább a harmadik oszlopot, a piros színnel jelzett, ektodermából, külső csíralemezből származó sejtek biológiai programjait az agykéreg irányítja. Ide jönnek az elválasztási konfliktusok, a birtok konfliktusok, a birtokzónán kívüli konfliktusok, és a működés változás az itt alól található. Erről is lesz ma szó, amikor is belevágunk abba, hogy mik is ezek a biológiai konfliktusok. Hát ugye
mindenki tudja, hogy harcolj, vagy menekülj, vagy üss, vagy fuss, vagy tedd magad halottnak. Kérem szépen, ezek az úgynevezett biológiai kódok, amelyek bennünk is megvannak, meg a nyusziban, meg a rókában, meg az elefántban, meg a zsiráfban, minden élőlényben. Ez a túlélés taktikája, az üss vagy fuss. Itt látjuk, aki üt, ott megy, aki fut, és ez éppen halottnak tetteti magát, hogy túléljen. Az állatvilágban a halottnak tettetése egy nagyon bevált módszer. Láttam egy videót, amikor a növényevő valamilyen kecskefajta ott kint a szavannán éppen a leopárdnak a birtokába került, de ő így elengedte magát, és a leopárd így felemelte a fejétől, leengedte, és egyszerűen hát már gyülekeztek a dögevők, mert ugye élő állatot teszik meg a ragadozó, és aztán a dögevők úgy elvonták a figyelmét, hogy végül is elszaladt, és ezután epilepsziás görcsel ez a növényevő állat magához tért, felugrott és elszaladt. De elég, ha a gyíkra ránézünk, és abban a pillanatban ledermed, mozdulatlanná válik. Vagy láttam egeret négy lábával az ég felé, arra ment a macska, ránézett, tovább ment, és mikor kellő biztonságos távolságba került a macska, egér megfordult és tovább szaladt. Tehát ez a halottnak tettetem magam, ez egy kitűnő túlélő program. De ott van még két másik is, az üss vagy fuss. A kérdés csak az, hogy meddig fogunk csupán csak a biológiai kódjaink szerint élni. Hát nyilván addig, ameddig csupán biológiai lények szerint csak a túlélés és a fajfenntartás érdekel minket. Vagyis elmegyünk dolgozni, este legyen sör az asztalon, meg lefekvéskor némi szex. És ha ez rendben van, akkor szép napunk volt. Vannak emberek, akiknek csupán ennyire terjed ki az igényük, és ha akármi ebben változik, akkor rögtön jön a félelem, és jön a biológiai válasz. De mi is ez a félelem? Hát ez az, ami itt van, ami a DHS-t elindítja, mert ez mindig és mindig csupán csak egy félelem. A félelem abból adódik, hogy mindaz, ami biztonságban, majd mondjam úgy, hogy a biztonság illúziójával etetett minket, az így hirtelen megszűnik. És ha megszűnik a biztonságom, akkor jön a félelmem, mert hogy fogom én mindezt túlélni. Elég, ha a szomszédban csetepaté van, és már is rengeteg embernek van félelme, hogy mi lesz akkor, ha. És aztán ezt a félelmet maximálisan srófolják, mert ebből nagyon, de nagyon jól meg lehet élni az emberek félelemben tartásával, mert akkor nem gondolkodnak, hanem csupán a biológiai kódok szerint megy az üss vagy fuss. És tudunk harcolni, hogy összegyűjtsünk magunknak egy kis túlélő tartalékot. A félelem tehát arról szól, akkor jelenik meg, amikor veszélyeztetve van a túlélés vagy a fajfenntartás. Semmilyen más esetben nem jelenik meg félelem. És akár minek is éltem meg én a félelmet az asszociatív gondolkodásom alapján, az alapvető félelem mindig a haláltól és a faj kipusztulásától való félelem. Az asszociatív gondolkodásomnak köszönhetem, hogy ilyen gazdagon tudom megélni mindazt, amit a félelem elindít, és ezekből lesznek a konfliktus típusok,
amelyekről már az imént beszéltem, és mindenre a biológiám adja a túlélő választ, vagyis az értelmes biológiai különprogramot. Értjük, miért értelmes? Nagyon értelmes. De hogyan tudok én úgymond túlélni biológiai szinten? Hát nyilván, ha erősebb vagyok az ellenfélnél, akkor nem menekülni fogok, hanem szembeszállok vele, ellenszegülök, és ütök, és harcolok, és küzdök. Ez megfigyelhető nagyon jó abban az esetben, ha mondjuk egy területre, mert ugye a területek ki vannak jelölve, kérem szépen, az erdőben, minden állatnak a területe, és ha a területemre betolakodik valaki, akkor szembe megyek vele, és elüzöm, főleg nyilván, ha a saját fajtájából való állatról van szó. És elzavarjuk a betolakodót. Ez a szembeszegüléshez viszont abban a pillanatban hirtelen hát erőre van szükség. És honnan fogom az erőt ehhez összegyűjteni hirtelen? Hát pontosan a megemelkedett vércukorszint lesz az, ami több energiát tud per pillanat biztosítani az izmok számára, hogy küzdeni tudjak. Na és ez lesz a diabetes abban az esetben, ha mi megszokjuk azt, hogy mindennek, de mindennek ellenszegülünk. Nyilván, ha a vércukorszintet az inzulinnak a megvonása, tehát agyi parancsra, a hasnyálmirigyben csökkentem az inzulin kiáramlást, akkor megemelkedik a vércukorszint, mert ugye az inzulin az, ami lebontja a cukrot. De nem meggátolom teljes mértékben, csak megfékezem, mint a kanyarban az autót, és akkor bevettem a kanyart, akkor már gázt adok, és kihúztam magam a kanyarból. Ugyanezt történik ezzel is. Az inzulin relébe való becsapódás azt jelenti, hogy veszek itt egy másik szint, bocsánat, mert ez nem nagyon látszik, most átváltom kékre, tehát az inzulin relé az itt van, jobb oldalon, a férfias birtokzóna alatt, a jobb oldalon, akkor tehát az ellenszegülésre ide csapódik be a konfliktus, és jobbkezes férfi első konfliktusaként a jobbkezes férfinak megemelkedik a vércukorszintje. Szembe szegül azokkal, akik megtámadják az utcán. Oké, hazamegy, megnyugszik, kinyírta őket, leverte őket, mit tudom én, és utána helyreáll a vércukorszintje. Ez mindenkivel megtörténik, de azért maradok cukorbeteg, mert mindenre így reagálok. Nem tudatosan döntök, nem, de bármi történik, én, ez a reakcióm. A balkezes nőnek az undorfélelmi konfliktusa fog ugyanide becsapódni, és neki is a vércukorszint emelkedését fogja okozni. Abban az esetben, ha undorfélelmet élünk meg, akkor az a jobbkezes nő első konfliktusaként, vagy balkezes férfi ellenszegülési konfliktusaként a vércukorszint csökkenéséhez fog vezetni, mert glukagon elégtelenség lép fel. Összefoglalva tehát, az inzulin abban segít, hogy lebontsam a cukrot és energiát állítsak elő belőle. Tehát, ha magas a vércukorszinten diabetes és inzulint adok, akkor segítem a magas vércukorszint rendezését. Az undorfélelem viszont azt jelenti, hogy blokkolom a glukagonnak a kiáramlását, és a glukagonnak pont az a feladata, hogy mindenből cukrot állítson elő, hogy a vércukorszinten fennmaradjon, de ha blokkolom, akkor zuhanni fog a vércukorszint. És ez abban az esetben indul be, undorfélelem, ha látok valami nagyon undorító dolgot, amitől meg is ijedek. Mondtam példaként az, hogy egy hölgy hazamegy mondjuk délelőtt a
munkahelyéről, mert valamit otthon felejtett, kinyitja a hálószobát, és ott találja a férjét mondjuk egy másik férfival az ágyban. Hát meg is undorodik, meg is ijed ettől az egésztől. Váratlan, meglepetésszerű történet. Így van, hölgyeim. Szóval a undorfélelmet megélhetjük abban is, abban a pillanatban is, amikor szemtanúi leszünk egy balesetnek, ahol valakinek szétlocsan az agya az aszfalton. Meg is ijedek, és meg is undorodok a látványtól. Tehát mindenkinek a saját megélése az egyetlen valóság, ezek csak példák, és nem azt jelenti, hogy ha valaki látott egy balesetet, akkor neki undorfélelmi konfliktusa volt mindenképp. Nem, kérem szépen. Lehetnek akármilyen reagálások, mert az egyetlen valóság mindig az én megélése. Tehát megértettük azt, hogy ha szembeszegülni szeretnék, akkor ehhez magasabb vércukorszintre van szükségem, ezért blokkolom átmenetileg az inzulin szintet, hogy növeljem a cukor kínálatot, és amikor megoldottam a dolgot, akkor minden helyre áll. Az undorfélelmet csak azért mondtam el, hogy kerek legyen a történet, hogy megértsük, hogy ez a két relé lesz az, ami a vércukor szintnek a beállításával foglalkozik. Abban az esetben viszont, hogyha valakinek agresszív a magatartása, akkor mindenképpen ő neki megy mindenkinek. Miért lesz agresszív a magatartása? Hát azért, kérem, mert van neki egy feloldatlan konfliktusa, a birtokbosszankodás, és van a másik oldalt egy identitás konfliktusa, ami nincs feloldva. Most nem megyek bele részletesen a birtokzónás konfliktusoknak a tárgyalásában, hiszen van külön előadás a bosszankodásról, és van külön előadás arról, hogy birtok konfliktusok, akinek ez per pillanat érthetetlen, van további forrás, ahol a részleteket megértjük. Tehát akkor lesz valaki agresszív, ha a női birtokzónába becsapódott konfliktusa sínre kerül. Ez azt jelenti, hogy lezár ez az oldal, és mi fokozódik a férfias viselkedés, és ebből adódóan agresszív lesz az illetőnek a viselkedése. Nyilván, hogy a megalomán konstelláció, amit itt látunk ezen a rajzon, a megalomán konstelláció is hozzásegíti az embert ahhoz, hogy azért szembeszegüljön dolgokkal, mert pont a fordítottját állítja annak, mint ami a valóság. A tüneteink nagyon jól mutatják azt, hogy mi a megoldandó feladat. Na most, amikor függőgyógyulásról beszélek, ugye akkor Parkinson-korról és a haláncsikoltizmoknak a programjairól külön előadás van, de külön fejezetet szenteltem a könyvben ezeknek a motoros konfliktusoknak, és megvan az, amikor konfliktusaktív fázisban maradok, és megvan az, amikor elakasztom a gyógyulási fázist. Van a Korea Minor, van a Huntington Korea, vannak különféle ataxiák, azaz mozgászavarok, például spinocerebelláris ataxia, vannak a tikkek, ezekben most nem megyek bele részleteiben, hiszen ezekről vannak előadások, illetve a könyvben részletesen utána lehet olvasni, csak azért említem meg, hogy tudjuk, hogy ezek mögött egy motoros konfliktus van. A motoros konfliktus pedig a üs vagy fus programban mindig a menekülésről szól. Amikor kutyaszorítóban élem meg azt a félelmet, amit megéltem, akkor viszont két konfliktust is megélek. Az egyik az, hogy nagyon szeretnék innen elmenekülni, ez már egy motorikus konfliktus, és nagyon szeretnék elszakadni, elválasztódni ettől az egész kialakult helyzettől. Mi lesz a végeredmény? A megoldás követő fázisban jön az epilepszia. Tehát itt van a motorikus konfliktus becsapódási helye, a
mozgatóközpontban, és ide rajzolok még egy relét, így szépen az érzőközpontba, és ez a kettő együtt fogja létrehozni az epilepsziát. Mert együtt éltem meg őket, együtt oldom meg őket, és az elválasztási konfliktus megoldása az absence, tehát eszméletvesztés, a motoros konfliktus megoldása az izomgörcs, és akkor már létre is hoztuk az epilepsziát. Viszont durva elválasztási konfliktus mindenféle motoros konfliktus nélkül, az már csak absence. És aki Szegeden volt a háromnapos képzésen, az szemtanúja volt egy ilyen absence-nak, amikor valaki az elválasztási konfliktusát megoldotta szombaton, és vasárnap egy nagy absence közepette leszédült a székről. Semmilyen izomgörcse nem volt, csupán egy pillanatra úgy filmszakadása volt, hogy laikus szavakkal fogalmazzak, de tökéletesen rendbe jött, minden probléma nélkül, nem kellett se mentő, se gyógyszer, se semmi. Egy kávét főztem neki, és figyelt tovább. Ennyire egyszerű. Tehát ezt azért említettem itt meg, mert ha az epilepsziánál szóba hoztam az elválasztási konfliktust a motoros konfliktussal együtt, akkor tudjuk azt is, akkor most már illik tudni, hogy ha csak elválasztási konfliktus van, akkor csak absence van. Ha csak motoros konfliktus van, akkor csak izomgörcs van. És ha a kettő együtt van, akkor epilepszia van. Szóval, és erről szóltam az előbb, amikor abban a kisfilmben láttam, hogy ez a gazella, vagy növényevő akármi, amiután megszabadult, megmenekült abból a kutyaszorítóból, vagyis a ragadozó karmai közül, akkor egy epilepsziás görcsrohama volt, aztán fölkelt és szaladt tovább. Tehát, amikor már így fogunk tekinteni, nyugodt szívvel a tüneteinkre, akkor meg is fogunk gyógyulni. De ameddig újabb konfliktusokat élek meg attól, hogy epilepsziám van, akkor ez nem fog megoldódni. Jelzem, a szegedi tanfolyamon epilepsziából gyógyult pacienst is fogadtunk, aki ugyan meggyógyult az epilepsziából, de kíváncsi volt még arra, hogy és mit, hogyan kellene úgy élni ezután, hogy meg se betegedjünk. És ezért eljött a képzésre. A harmadik dolog, amiről már beszéltem, hogy halottnak tettettem magam, és ugye itt a legkézenfekvőbb dolog, ugye a szklerózis multiplex kialakulása az embernél, és ha én elhiszem az orvosnak, hogy ez gyógyíthatatlan, és csak idő kérdése, és kerekes székbe fogok kerülni, akkor kérem szépen bele is ülünk a kerekes székbe. Ez hatalmas hazugság. Ha valakit érdekel, a vendégkönyvbe olvassa már el annak a londoni hölgynek a bejegyzését, aki csak annyit tett, hogy a szklerózis multiplexről szóló előadást újra, meg újra, meg újra, meg újra megnézte, kijegyzetelte, felismerte és megoldotta a konfliktusait minden külső segítség nélkül. Nem volt konzultáció, nem volt tanfolyamon sem, csak éppenséggel megoldotta a kiváltó okot. Ezek olyan DHS-ek, amitre mindenki emlékszik. Ezek nem szokás kérdése. Persze, ha valakinek az a szokása, hogy mindenre azt mondja, hogy ebbe bele kell dögleni, hát akkor szépen lassan észre fogja venni, hogy az izmai már nem engedelmeskednek, hogy a lába nem megy utána, hanem elmarad és elesik. És mivel a szklerózis multiplexben nem csak ezt az egy konfliktust éljük meg, hanem még elválasztási konfliktust, még önleértékelést, ugye mozgás konfliktust is. Hát nyilvánvaló, hogy az agyi térkép az teli van mindenféle góccal, és most kérdés, hogy ezt hogyan fogják majd értékelni azok, akik ezzel foglalkoznak. De a megoldás ugye a lélek-agyszer szinten való gondolkodás. És ha tényleg megoldottuk, nem csak azt az élethelyzetet, amit úgy értem meg, hogy ebbe bele kell döglenni, és akkor mit tudom, én munkahelyet változtattam, hanem annál többet is tettem,
akkor ez az egész történet nem fog újra előjönni. Betettem ide a rémületfélelmet. Vajon miért? Mert a rémületfélelem pillanatában teljesen leblokkolok. Tehát elakad a hangom, elakad a lélegzetem, mert túl közel van hozzám a veszélyt jelentő rivális, és csak úgy fogom megúszni, ha teljesen csendben maradok, és még nem is szuszogok. Akkor mit csinálok? Akkor nyilván, hogy mozdulatlan is maradok ebben a pillanatban. Szóval ennyi köze van a rémületfélelemnek, a halottnak tettettem magam érzéshez, mert addig, míg a gyilkos vagy a betörő elvonul előttem, és én a függöny mögött lapítok, addig halottnak is tettettem magam, amellett, hogy még meg is rémültem. És akkor vannak a féloldali spasztikus izombénulások. Hát itt annak függvényében, hogy konfliktusaktív vagy megoldás követő fázisban vagyok, különböző neveket visel. A legszerencsésebb az, aki nagyon hamar megoldja a konfliktusát, mert az átmeneti agyi érgörcsnek, vagy tranzitórikus isémiás ataknak fogják nevezni, ugye ez a TIA, és mire bekerül a kórházba, már magához tér, és utólag ezzel a diagnózissal fog kijönni a kórházból. Abban az esetben, ha folyamatosan benne vagyunk a konfliktusban, és nem oldjuk fel, azt úgy hívjuk, hogy stroke, és a konfliktus aktív fázis féloldali bénulással jár. Na most ez a bénulás, ez egy spasztikus bénulás. Tehát görcsbe van az izomzaton folyamatosan. Amikor megoldottam a konfliktust, és lehet, hogy már ebben az állapotban kerülök be a kórházba, akkor ezt agyvérzésnek fogják nevezni, mert a megoldás követő fázisban ugye vízgyülem alakul ki a becsapódás körül is, benne is, és körülötte is. Ödéma lesz. És ez nyomni fogja a motorikus központnak azt a részét, aminek az izmot mozgatnia kéne, de kialakul a pegyhüdbénulás. Úgy néz ki, hogy megoldottam a konfliktust, és még rosszabbul vagyok, mint voltam. És ezt következmény konfliktusként megélve már benne is vagyok a mókuskerékbe. Tehát a spasztikus bénulás alatt az illetőnek, most csak beszéljek a kezéről, de vonatkozik az egész féltestére. Hidegek a végtagjai, görcsbe vannak az izmai, feszült ideg állapotban van, emelkedett a vérnyomása. Amikor megoldotta a konfliktusát, akkor kimelegednek a végtagok, de pegyhütt lesz. Nem úgy béna, de már nem görcsös, hanem laza, mint a rigalánca. Tehát ez jelenti a pegyhütt bénulás. De ha tudom, hogy ez egy átmeneti állapot, és elősegítem az agyi ödéma kiürülését, akkor kérem szépen, annál hamarabb fog helyreállni a mozgás, és az epileptoid krízis után már nyugodtan lehet gyógytornát is alkalmazni. Az epileptoid krízisben lesznek izomrángások, fibrillációk. Van az úgy, hogy az embernek csak úgy megmozdul egy-két izomrostja, és akaratlan mozgásokat csinál. Ilyenkor mindig helyre kerül egy motorikusan megélt konfliktusa. Nos, akkor megértettük, hogy nagyon egyszerű a biológiai szintű túlélés biztosítása, üss vagy fuss, vagy tedd magad halottnak. Ennyiről szól az egész. De meddig szól erről ez az egész? Hát nyilván addig, ameddig az életünket csupán biológiai szinten éljük, addig vonatkoznak ránk a túlélő programok. Mi lenne a megoldás? Tegyem fel a kérdést, meddig vagyok kiszolgáltatva a biológiai kódoknak?
Hát addig, ameddig így élek. Mi az, amit látok, és mi az, amit nem látok? Mert ugye ez a táblázat, illetve ez a rajz, ez pont arra utal, hogy a valóságnak csupán a 4%-át látom. Ezt most csak nyíllal bejelzem, ezt a picike, szűk sávot, ami 400 és 700 nanométer hullámhosszú sugara közötti frekvencia sávot jelenti. Vagyis a valóság 4%-át látom. Vagyis ha a tükörben nézek, önmagamból is 4%-ot látok, csupán a biológiai testemet. És én ezzel azonosulok. Nem veszek tudomást arról a bizonyos 96%-ról. Itt kezdődik a dolgok megoldása, amikor az alapokat rendbe tesszük. Mert ameddig én csupán a biológiai testemmel és annak szükségleteivel, vagyis a túlélés és fajfenntartás megoldásával azonosulok, addig kérem szépen egyik konfliktusból megyek át a másikba. A lényeg, hogy amikor érzelmileg oldom meg a történeteket, akkor már felülírtam a félelmet. Bármi is történik, és megjelenek a pillanatban, abban a pillanatban már a sínek nem fognak működni. Ez részletesebben tanfolyamon kerül kifejtésre, hiszen a hallgatóságnak nincsen meg többségnek. Az a alapszintű tudása, ami ahhoz szükséges, hogy ezt az egészet lényegében helyre tegyük, de aki volt tanfolyamon, az most egy nagyon jót ismétel. Mit jelent az, hogy elengedem a félelmet? Rádöbbenek arra, hogy ez a biológiai testemnek egy programja volt. Rendben van. Nincsen biztosítás arra, hogy holnap valakit ne érjen egy váratlan, kellemetlen történet. Ez benne van a pakliban. A kérdés csak az, meddig maradok benne? Mikor fogom tudni ezt a félelmet 2 perc alatt lezárni? Mert lehetséges. Lehetséges, amint megváltoztatom az azonosultságon. Amikor nem a 4%-kal azonosuldok, hanem azzal a 96%-kal, akinek viszont nincsenek félelmei. Tehát ezeket a dolgokat szerettem volna elmondani, hogy nem kötelező a biológiai kódok szerint élnünk. De ha csupán az szerint élünk, akkor tesztelhetjük a tudományos táblázatot. Mindaz, amit Hammer doktor felfedezett, az valami csodálatos, mert rámutat arra, hogy nem attól függnek a betegségek, amitől eddig úgy gondoltuk, hogy függenek. Nem. Sem a családi állapot, testtömegindex, fizikai aktivitás, dohányzás, iskolázottság, felejtős. Ezek statisztikák. Én nem egy statisztikai adat vagyok. Az úgynevezett betegségek, mert ezeket most már nem betegségeknek, hanem értelmes biológiai különprogramoknak kéne nevezni. Mitől függnek? Egy. Hány fel nem oldott érzelmi konfliktusom van? Ezek a konfliktusokból mennyi van konfliktus aktív, és mennyi van megoldást követő fázisba, illetve mennyi ideig tartott az, ami konfliktus aktív fázisban volt, és most megoldásban van? Hogyan oldottam meg? Eltűntek a sínek? Nyilván, hogy eltűnnek, ha érzelmileg zárom le. De ha nem érzelmileg zártam le, akkor jönnek az ismétlések. Tehát lesz belőle egy krónikus betegség. Lehet halmozni a konfliktusokat, és ez meghatározza a személyiségünket, a viselkedésünket és a hangulati változásainkat is. Erről szól a pszichózisok és viselkedésváltozások a Germán Gyógytudomány fényében című könyvem. Tehát akkor mi a megoldás? Zárjuk le békével a napjainkat.
Zárjuk le békével a napjainkat, mert ez lesz az, ami megakadályozza a krónikus betegségek kialakulását. Nem a tüneteket kéne egy életen át kezelni. Nyugtatókat, fájdalomcsillapítókat, gyomorsavcsökkentőket szedni? Nem. Megérteni, hogy a tünet attól alakult ki, mert van egy feloldatlan félelmem, azaz konfliktusom. A konfliktusom meg abból van, mert nem tudtam elfogadni a valóságot olyannak, amilyen. Mert nem így képzeltem el. Akkor mi a megoldás? 180 fokos fordulat. És elfogadom. A germán gyógytudomány tényleg tudomány. Ne feledjük el, hogy nem ezotéria. Nem egy csupán egy diagnosztikai eszköz. Nem a természetgyógyászatnak valamilyen ága. Nem. Egy olyan tudomány, ami rámutat a valóságra. Hát ezért üldözték. És reprodukálható, összehasonlítható, előrejelezhető, ez a tudományosságnak az ismérve. Azt nevezhetem tudományosnak, ami Tokióban is ugyanúgy történik meg, mint Budapesten. Ugyanolyan körülmények között megcsinálok valamit, akkor az ugyanúgy fog megtörténni, akárhol is vagyok ezen a bolygón. Vagyis, ha valakinek halálfélelme van, az teljesen mindegy, hogy a bolygón hol lakik, tüdőszövet szaporulatot fog elindítani. Na, ez már tudomány. Tehát nem kell statisztikákat írni. Nem állatkísérleteken nyugszik. Hámer doktor soha nem csinált állatkísérleteket. Az embriológiát nem kell megtanulni, csak annyit megérteni belőle, hogy rend és hierarchia van a szervezetünkben. Az öt természettörvényt illik tudni, éjjel 3-kor is, pontosan azért, hogy megnyugtasson mindenkit, hogy minden, ami bennem történik, az a túlélésről és a faj fenntartásáról szól, és nem ismeretlen, és nem rosszindulatú, és nem autoimmun, és nem gyógyíthatatlan. Csak hogy, ha nem tudom érzelmileg megoldani azt a bizonyos DHS-t, mert megcsalt a férjem, és még mindig haragszok rá 10 év múlva is, akkor ne csodálkozzak, ha a tüneteim folyamatosan fennmaradnak. Úgyhogy én azt tudnám mondani, hogy a germán gyógytudomány egy hatalmas segítség mindenki számára a tudatosság fejlődésében. Hogy ne csupán biológiai szintű tudatosságunk legyen, hanem tudjunk tovább lépni és megoldani a biológiai szintű tüneteinket egy magasabb szinten.